Nem hiszitek el, a Budapest Barbecue-nek az 5. születnapján kivel találkozok a WC-be? Wilbers Borzsai Szabi Tobi kormánygátló dílerrel. Mit árulsz még? Már. Na, mondtad, hogy van valami Wilbersen sztorit. Á, nem az még, nem az még, nem az még. Dalmának adta egy Wilbersen, mi volt ez? Nem, az nem publikus. De bazd meg, mondjál már valami sztorit, hogy egyszer itt vagyunk. Ez csak egy spontán videó, hogy ez jó, kaja, gyertek ide. Itt vagyunk egyetben, nem most, mert ez nem élő. Ez felvétel, bazd meg. Hát ott meg idegennek kajálni, nem? És tényleg a budiba vagyunk, csak mondom. Kardozva pisáltunk, csak mondom. Na minden. Rezeg a lét. Na. Mi volt a Wilbers, ezt tudom. Mondd már el. Nem. Baszdmeg, én utána nem. Nem, azért csak a videót, hogy legyen téma, legyen egy motoros témája, baszdmeg. Később erre visszatérünk. Jó, hogy kell megtanulni, akkor várja Borsairól, arról kell beszélgetni. Hogy megtanulni, kormányon ülve egy kerekezni, mert azt ő tudta először Magyarországon. Hát elmondja nektek. Egyes kuplunk, az följön, és akkor... Nem, de először ahhoz, hogy kiülj a kormányra, fölülj a tankra, a lábadat előre teszed a kormányon, a sárvédő felé, hogyan tudod úgy fölvenni a motort egykerékre, nyilván kurvára le van áttételezve, hogy úgy fölálljál a motor egykerékre, hogy ott ülsz a kormányon magasan a motor tetején. Ezt hogy érzed meg, bazd meg, hogy hol van ott az a pont, ahol föntarthatod? Hát először úgy kezdesz, hogy átrakod a két lábadat, akkor egyszer-kétszer belerúgsz a gázbóvdenbe, mire már rájössz. Tehát először csak fölülsz és kormányzol, és utána próbálkozol is föl. És akkor rájössz, hogy a gázbóvden nem jó helyen van elvezetve, belerúgsz, és akkor és így elindul. Akkor rájössz, hogy ez nem jó, azt át kell rakni máshova. Aztán utána először csak ilyen gáz fröccsöket ad, és hát nyilván elkezd gyorsulni, még a GSX-el 1001. Akkor azt mondod... De ez várj, egyesben? Egyesben. És akkor azt mondod, hogy hú, az meg hát ez sok, hát ez nem lehet, ez egy hülyeség. És akkor először fél 5 centit, a 10, és akkor egyre jobban, és szép lassan aztán lesz belőle egy kettes. Ez mennyi idő? Csak azért, csak komolyan azért, mert ugye azért kurva sokat fejlődött a stunt világ, meg a gyakorlatok, meg minden, mert amikor ti csináltatok ezt a 90-es évek végekén, 20x évvel ezelőtt, ahhoz képest azt mondom, hogy amikor már egy bemutatón látta olyat, hogy valaki 150 métert megy egy kerékén, az már egy show volt, nem? Ez gyakorlatilag igen. Most egy mókus, ez brutális. Meg a fiatalok, akik jönnek. De az, aki azt mondja, hogy szeretné ilyet megtanulni, mert csomóan azt mondják, hogy szeretnék egy kerékezni megtanulni, és alá akarnak jutni olyan szintre, mint ez tárt. Hogy neked mondjuk azt, hogy te tudtál haladni nagyon sokat kormányon ülve, az mennyi idő gyakorlás volt? Sok. Meg egy-két hanyattes és kormányon ülve. Az vidám. Na mennyi? Mennyi még a... Elmegy! Szabi! Írjatok rá az X-Bike-nak mi az e-mail címén? Szia! Hello! X-Bike e-mail címén ráírtok, és akkor ott különböző ilyen szántos dolgokat biztos meg fog osztani veletek, mert ő benne volt a kezdetekben. Megvan? Na, meséljél már egy-kettőt. Mi? Hát az, hogy valaki kiül a kormányra. Mennyi idő volt? Tehát satszoljál már. 3 hónap, fél év, napi hány óra gyakorlás? Sok. Hát amire ment stabilan az, hogy 2-be fölvettem. Csináltunk olyat még annól a babúval. Én fönnültem a kormányon, ő a normális ülés, az első ülésen. És begyakoroltuk azt, hogy fölvettem 2-be, és a babu fölváltott 3-4-be. És elmentünk ilyen 4-500 métert kormányon. Ja, hogy segített vezetni, fékezni? Nem, ő nem fékezett, ő csak húzta föl a váltókart, és amikor elengedtem, akkor ugye fölvette 3-4-re. Nem, köszi! Na, ne szórakozz már, Dorot! Most elhetszélt ő! Egyszer élünk valaki, meg egyszer. Nem buziskodjál már! Én enni jöttem! Várni kell a művészre! Stunt művész. Na, szóval igen. Itt vagyok. És akkor várjál, babu, az jó, hogy csúlynak is hátul, nem? Vagy 38 kilót viszont. De tényleg. Na, és akkor? Gyakorolni kellett. De hát mondom, volt olyan hanyattesés, tehát hogy belerúgta a első szériás GSX-er 1000-nek, még volt szivató bóvra. És volt én egyszer holdponton belerúgtam, és egy 80-nál hanyat vágtam magam. Ó, bazdmeg. És akik haverok látták, leszakadt a tank, az injektorsor a GSX-erről, első hátsó kerék, mert csinált egy ilyet a motor. Akik látták, haverok mondták, hogy na itt vége a karrier, temetés, Borsainak finito. Nem, Ájsőnek nem, de mondjuk egy hétig egy olyan 20 perc volt kikelni, meg 20 perc volt bemászni az ágyba. A hátamon lett egy akkor ilyen lila folt, egy ilyen két tenyérnyi, hogy
Tehát a gerincvédőn ilyen 1 centi mélyen bemarázsuk. Tehát, hogyha nincs rajtam gerincvédő, akkor sem beszélgetünk. De egyébként a mostani standosoknak abból a szempontból rohadt nagy szerencséje van, nem? Hogy a motorok rengeteget változtak, mert így mondjuk ez a GSX-er 1001, meg ilyesmi, hogy erő kellett az egykerékhez, de most már rájöttek az emberek, hogy hát azok, akik gyakorolnak, hogy kicsi motorral, könnyű súlyúval, nyomatékos leátételezve, mert a régi stántosok, akiket még nem stántosnak hívtak, hanem Street Fighternek, azok elkezdtek kurva nagy motorokkal gyakorolni, nem? Iszonyú erős és nehézzel. Nem volt holdpontozás, meg hátsó fék, úgy tudtuk, hogy kéne nyomni, de hát még annyira azért nem volt ez meg, hogy akkor holdponton, meg kuplungot behúzzuk. Az én sokáig gyakoroltam, hogy behúztam a kuplungot, csak akkor tudtam úgy gurulni mondjuk 30-40 méter behúzott kuplunggal, de hát ez gyakorolni. Na, hát akkor még egyszer, X-Bike, menjetek be a Borsai boltjába, azt a fogassátok ezekről a kis kulisszatitkokról. Boldog szülőnapot egyébként a barbecue-nak, 5 éves lett egyébként, és megújult az étlap, ez itt a reklámhelye. Igen. És egyszerűen ez a három meleg srác itt meg... hogy motoros arcok egyébként, ugye? Igaz, hogy most motorotok nincs? Köcsökök? Neki van. Ezres mit? Hát V2-es ezres. De mi? KTM 990 SM. KTM esetén megint? Nem, KTM 990 SM, mert némi Akrapovicsal és némi... telefontartóval. Igen. De várjál, neked te is ilyen KTM-es izé... Van nagyon-nagyon sok lóerő, de sokkal több nyomaték. Neked mi volt, Rolika? Neked is volt motorod azért, valami volt? Legutoljára az általa, a CD-csér Z750 volt. Az volt a legutolsó, előtte meg KTM meg csorol. A legfontosabb, hogy BP Barbecue nem lenne, hogyha a Rolandnak nem lett volna, akkor annó egy 640 LC4-e, meg nekem is. Tehát egyforma ilyen motorunk volt. Ilyen LC4-es buziklubban ismergettünk meg. Igen. Tehát nagyon régen, körülbelül 25 évvel ezelőtt kitaláltam, hogy rakjuk össze az LC4-est, legyen egy szupermotó gurulás, lett egy ilyen Facebook csoport, amikor már Facebookon voltunk kb. 15 éve, és akkor megcsináltuk a LC4 szupermotó gurulást, amiben benne volt a Roland is, meg én is, mindig mondták, hogy csúcsú, jön a csúcsú, de ki az Isten a csúcsú? És akkor jött a csúcsú, a közös, nagyon régi barátunk. Ez hozott. A srác. Nincs már velünk sajnos, mert motoros, mint Isten mi. Isten nyugosztalja, Gyurika. Motoros volt, mint mi. És Gyurikának köszönhetjük, hogy mi ismerjük egymást, és annak köszönhetjük, hogy a közös dolgainknak ez lett a vége. Felel már? Egy dolog, hogy a kommentekben dicsérjétek meg, vagy mondjátok el a véleményeteket erről a felsőről, erről. De hülyék vagytok, bazd. Rózsaszín. Azt tudjad meg. Nagy erőkkor. Károgy letted. Három fia van egyébként az úrnak. És az e-mail címem, a hölgyetek mondom, orbány23@gmail.com. Egyébként három fia van. Három fia van. Igen. Ha az én pulcsim lenne, akkor nem lenne gáz, mert nekem három lányom van. De szerencsére van három fiam is. Nincsen stílusuk ezeknek. Triumfia van. Boldog szülőnapot a Böpe Barbecue-nak. Gyertek ide zabálni sokat. Nagyon sokat, gyertek. Drága, viszont finom. Ja. Nagyon sok kéz kérnek, rengeteg, mert a motorok a KTM-től mennyibe kerül fel. Egyébként ennél sokkal fontosabb, hogy kanyarodjatok ügyesen. Jó.